Nem csak, hogy a háza mellett van, külön páholya is van Orbán Viktornak a felcsúti stadionban. Az elmúlt években többször lehetett itt látni a miniszterelnököt, amint együtt néz meccset Csányi Sándorral, az OTP Bank elnök vezérigazgatójával, Hernádi Zsolt MOL vezérrel, vagy Mészáros Lőrinc milliárdos vállalkozóval. Néhány képen Polt Péter, legfőbb ügyész is feltűnik mellette. Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter soha nem járt még Orbán Viktorral foci meccsen. A Népszavának adott karácsonyi interjújában arra a felvetésre, hogy Polt Péter szerint nincs baj a közös szotyizással a kormányfővel, úgy válaszolt, idézem, amíg ők futballt néznek, én dolgozom. Nem ez az első alkalom, hogy Lázár János pikírt megjegyzést tesz a miniszterelnök hobbiára. Szerény és rövid politikai pályafutásom alatt azt tanultam meg, hogy két dologhoz ebben az országban mindenki ért, az egyik a futball. Ennek számos kormányzati intézkedésben meglelhetik a nyomát. Az év második felében több lap is arról írt, hogy hűvösebb lett a miniszterelnök és egyik legfontosabb miniszterének viszonya. Lázár János ősszel még azt sem zárta ki, hogy lemond, ha az ő minisztériumában lesz államtitkár Rogán Antal, aki végül önálló tárcát kapott. Orbán Viktor decemberben a Fidesz kongresszusán beszélt a belső csatározásokról. Szép dolog a vagányság, szép dolog az átütő tehetség, a lendület és a fiatalos fickándozás is. De ha közösségünk érdekéről, becsületéről, erejéről és cselekvő képességéről van szó, akkor senki sem léphet át egy bizonyos határt. Az MSZP szerint miközben a kormányban egymással vitatkoznak, az ország egyre lejjebb csúszik. Addig, amíg ezek az urak szórakoztatják egymást a kormányban, addig egyre szépen lassan csak süllyedünk a béka feneke alá. Lázár János a Népszavának azt mondta, a jövőjét illetően még magában is vannak lezáratlan kérdések, de nem érezné kudarcnak, ha csak Hódmezővásárhely és Makó egyéni képviselőjeként kellene dolgoznia.